Üdvözlök minden kedves nézőt az Egyetem TV Választár című műsorában. Engem Jagodics Balázsnak hívnak, és a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának oktatója vagyok. A Pszichológiai Intézetben dolgozok, és főként szociálpszichológiával, valamint iskolapszichológiával foglalkozok. Kutatási területem a hallgatók és diákok motivációját, illetve kiégését érinti. És azért vagyok itt a mai napon, hogy megválaszoljak 10 érdekes kérdést. Az első kérdés így hangzik, mi az a szociometria? A szociometria egy módszer a szociálpszichológián belül, ami arra szolgál, hogy különböző csoportoknak a szerkezetét és a tagok közötti kapcsolatot elemezzük, feltárjuk. Alapvetően a szociometria módszerét egy Moreno nevű szociálpszichológus dolgozta ki, aki azzal foglalkozott, hogy feltárja az emberek közötti rokonszenvi kapcsolatokat, kik azok a csoporton belül, akik szimpatikusnak tartják egymást. Azonban Mérei Ferenc magyar pszichológus ezt tovább fejlesztette, és ő foglalkozott a több szempontú szociometriának a kidolgozásával, ami már azt is megnézi, hogy kinek milyen funkciója van a csoporton belül, kik azok, akik bizonyos készségekben például ügyesebbek a többiek szerint, valamilyen funkció töltenek be, például értenek a technikához, a probléma megoldáshoz, vagy egyszerűen csak népszerűek. A szociometriában érdekes az is, hogy ábrázolni is lehet az eredményeket, ezt szociogramnak hívjuk, és ebből lehet látni, hogy milyen a kapcsolat a tagok között, illetve milyen szerkezet jellemző a csoportra. Például vannak-e olyanok, akik periférián vannak, nincsenek közeli kapcsolatban a csoporttal, vagy akár azt is meg lehet figyelni, hogy kialakul-e több kisebb közösség a csoporton belül. Második kérdés, mitől függ, hogy mennyire válik szorossá egy csoport tagjainak a kapcsolata. A szociálpszichológiában kohéziónak hívjuk azt, hogy egy csoportnak a tagjai mennyire erősnek tartják az összetartozás érzését a csoporton belül, és számos tényező hatással van arra, hogy a kohézió hogyan alakul. Általában a kisebb létszámú csoportokban erős a kohézió, mert ott van lehetősége nap mint nap kapcsolatba lépni egymással az embereknek, és sűrűn kommunikálni, interakcióba lépni egymással. Emellett, hogyha van valamilyen közös cél, valamilyen közös feladat, az is közel hozhatja egymáshoz az embereket, és alapvetően, ha van emellett a feladatmegoldás mellett is ideje együtt tölteni a csoportnak, az is segíti azt, hogy kialakuljon egy bizalmas légkör a tagok között, és alapvetően ezt akár szándékosan is lehet befolyásolni, ugyebár ismerős lehet mindenkinek a csapatépítő tréningnek a fogalma, ami azt célozza meg, hogy a csoport tagjai jobban megismerjék egymást, és jobban hozzászokjanak ahhoz, hogy közös célokért együttműködve tesznek erőfeszítéseket. A harmadik kérdés így hangzik, hogyan zajlik a csoportos döntéshozás? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. A csoportos döntéshozás az sokféleképpen történhet. Szerencsés esetben a csoport egy átgondolt döntést hoz, ahol minden jelenlévő, minden csoporttag hozzá tudja tenni a saját szempontjait, a saját véleményét, és meg tudják vitatni, hogy mik a különböző döntési lehetőségeknek az árnyoldalai vagy az előnyei. Alapvetően ugye az is fontos, hogy milyen környezetben történik a csoportos döntéshozás. Előfordulhat, mondjuk egy baráti társaság arról szeretne dönteni, hogy hol szórakozzanak, vagy mit rendeljenek vacsorára. Ettől nagyon különbözik az, amikor mondjuk egy vállalatnak a vezetősége arról dönt, hogy milyen legyen a pénzügyi terv az adott negyed évben. Szerencsés esetben a csoportos döntéshozása sikeres lesz, azonban van néhány tényező, ami azt okozhatja, hogy valósul el ez a döntéshozás. Ezt csoportgondolnak vagy csoportgondolkodásnak szoktuk hívni, és ez arra a folyamatra utal, amikor például egy erős tekintélyszemély, például a vezető jelenléte, az gátolja a csoporttagokat abban, hogy kifejezzék a véleményüket, emiatt akár olyan döntés is születhet, amivel nem mindenki ért egyet. Ebben a folyamatban például az is szerepet játszhat, hogyha nagy az idői nyomás, hogyha valami miatt fenyegetve érzi magát a csoport, vagy nagy téttel bíró helyzetben kell dönteni, és az is hozzájárul, hogyha elhallgattatják a kritikusokat, tehát nem hagyják, hogy valaki az ellenvéleményét kifejezze. De szerencsés helyzetben létrejöhet egy olyan konszenzusos döntés, amiben mindannyian bele tudnak nyugodni, úgyhogy előtte átgondolták a mellett és ellene szóló érveket is. A negyedik kérdés egy meglepetés kérdés, ami így hangzik, kik a fekete bárányok, avagy mit nevezünk fekete bárány effektusnak?
A szociálpszichológiában a fekete bárányok egy csoporton belül azok a tagok, akik valami miatt a perifériára, a csoport szélére kerültek. Általában ennek a hátterében az áll, hogy a csoport számára fontos normákat megszegték, azokat nem tartották be, és erre a csoport hajlamos kirekesztéssel reagálni. Ugyebár a valahová tartozásnak az igénye az egy nagyon erős motiváció az embereknek az életében, és ezért motiváltak vagyunk arra, hogy a számunkra fontos csoporttagságainkat megtartsuk. Ezért ez egy erős fenyegetés az egyén számára, hogyha ő azt érzi, hogy perifériára kerül egy csoportban. Éppen ezért, aki ebben a fekete bárány helyzetben érzi magát, általában úgy reagál, hogy igyekszik növelni a teljesítményét, és újra kifejezni azt, hogy ő a csoporthoz tartozik, amiben akár az is beletartozhat, hogy nem fejezi ki például az aggályait a döntésekkel kapcsolatban. Ezt ugye konformitásnak hívjuk, amikor valaki igazodik a körülötte lévők vélekedéséhez, gondolataihoz, viselkedéséhez, akár úgy is, hogy azzal nem ért egyet. És visszakanyarodva az előző kérdésre, a csoportos döntéshozásnál, ott ez a fajta konformitás is problémákat okozhat. Az ötödik kérdés, mik azok a szerepek, és hogyan befolyásolják a hétköznapjainkat? A szerepek egy adott helyzetben az adott személlyel szemben támasztott viselkedéses elvárások, előírásoknak az összessége. Ez azt jelenti, hogy mindig, amikor egy új helyzetbe kerülünk, akkor általában érezzük, hogy hogyan kell viselkednünk abban az adott helyzetben. Például élesen elkülönül az, hogy valaki milyen szerepet tölt be mondjuk a családjában, egy baráti társaságban, vagy éppen a munkahelyén. Szerencsés esetben ezek a szerepeink, ezek olyanok, mint egy kényelmes ruha, hogy észre se vesszük, hogy rajtunk van, mert illik hozzánk. Azonban előfordulhat, hogy valakinek olyan szerepeket kell betölteni az élete során, amihez nem érez elég kedvet, motivációt. Ilyen lehet az, hogyha például van egy személy, aki alapvetően igényli azt, hogy sokszor lépjen kapcsolatba emberekkel, de mondjuk a munkája során egyedül kell dolgozni a napi 8 órát, ez mindenképpen egy konfliktus lehet a szerep és a személy között. Az is előfordulhat, hogy különböző szerepeink kerülnek konfliktusba, és sokat szoktunk beszélni manapság a munka és a magánélet egyensúlyáról, ahol éppen a családi szerepünk és a munkai szerepünk, azoknak az elvárásai kerülnek egymással konfliktusba. Egy fontos kérdés, hogy ezekkel a szerepkonfliktusokkal hogyan lehet megküzdeni. Alapvetően, ha valaki érez szerepek közötti konfliktust, akkor általában elkezdi mérlegelni, hogy melyik az, amin tud változtatni, adott esetben például egy munkahelyváltással, illetve az is hasznos lehet, hogyha a szerepeken belül definiáljuk, meghatározzuk azt, hogy mik a céljaink, és ezek hogyan alakíthatók úgy, hogy azok újra kényelmessé váljanak számunkra, vagy akár azokkal a személyekkel, akiknek szerepe van a mi szerepeink kialakításában, is tudunk beszélni arról, hogy ezeken az elvárásokon lehet-e módosítani például egy munkahely esetében, vagy akár ez a családon belül is működhet. A hatodik kérdés a társas összehasonlításra vonatkozik. Miért lehet fontos, hogy összehasonlítsuk a teljesítményünket másokéval? Alapvetően az emberekben van egy igény, különböző mértékben, de mindenképpen megvan ez az igény arra, hogy a számunkra fontos területeken összehasonlítsuk a teljesítményünket, a véleményünk helyességét másokéval. Ezt nevezzük társas összehasonlításnak, és ez alapvetően segít abban, hogy eligazodjunk abban a tekintetben, hogy például a teljesítményünk elég jó-e mondjuk a munkában vagy a tanulásban, illetve hogyha a véleményünk számunkra fontos témákban helyese. Alapvetően a hozzánk hasonló személyekhez szoktuk hasonlítani magunkat, mert ez ad egy pontos képet arról, hogy nekünk például hogyan kellene teljesítenünk, vagy milyen a véleményünk, de előfordul, hogy nincs megfelelő személy a társas összehasonlítás során, és vagy nálunk sokkal jobban, vagy nálunk sokkal rosszabbul teljesítőkhöz kell hasonlítanunk magunkat, illetve a társas összehasonlítás során ez a helyzet, ez egy problémát is okozhat, mert ha nincs egy jó összehasonlítási pontunk, akkor bizonytalanok lehetünk abban, hogy amit csinálunk az elég jó-e, amit teszünk az helyese. Alapvetően az is problémát okozhat, hogyha megéljük azt az érzést, hogy másokhoz képest, amit teszünk, az például nem elégséges, ezt viszonylagos hiánynak vagy relatív deprivációnak szoktuk nevezni, ami arra utal, hogy objektív szempontból még lehet, hogy elégedett is lennénk bizonyos teljesítményünkkel, de az, hogy észleljük körülöttünk, hogy más emberek abban a tekintetben jobbak, az problémát okozhat. Például lehet, hogy valaki elégedett alapvetően a fizetésével, de ha megtudja, hogy a kollégája
kollégái vagy a barátai sokkal többet keresnek, mint ő, akkor az kihat arra is, hogy ő mennyire elégedett a saját fizetésével. Úgyhogy ez problémát okozhat, illetve az is előfordul, hogy az emberek között rivalizáció alakul ki, és ez az emberi kapcsolatokra káros hatással lehet, hogy ez a versengés ez egészségtelen mértéket ölt, például közeli kollégák vagy családtagok között. Úgyhogy fontos, hogy itt a társas összehasonlítást azt olyanokkal végezzük lehetőleg, akivel nem akadályozza a jó kapcsolat kialakítását adott esetben, hogyha megpróbáljuk őket túlszárnyalni. Miért jelentkezhet a hallgatóknál a kiégés? Ugyebár a kiégés vagy burnout szindróma az eredetileg a munkahely világából érkezik hozzánk, és arra az állapotra utal, amikor valaki a hosszú távú stressz és leterheltség hatására egyfajta motivációvesztést, hosszú távú fáradtságot és kimerültséget él át, ami jelentkezhet például abban is, hogy gondolkodik azon, hogy munkahelyet vált. És ugyanez az állapot ez diákoknál, illetve egyetemi hallgatóknál is létrejöhet, hogyha hosszú ideig kell nagyon erős teljesítményigényeknek megfelelni, például sok kurzuson részt venni, sok vizsgán szerepelni, akkor kialakulhat ez a kiégés érzés, ami például a motiváció csökkenésében is megnyilvánul. Ahhoz, hogy ezt el lehessen kerülni, érdemes reális célkitűzéssel, illetve társas támogatással motiválni magunkat, tehát keresni olyan emberek társaságát, akivel kapcsolatban érzünk bizalmat, akik segíthetnek abban, hogy ezeket a helyzeteket átvészeljük, illetve az is egy fontos része a kiégés elkerülésének, hogy lássuk a hasznát annak, amit csinálunk, és sajnos sokszor előfordul, hogy aki ezt a kiégést érzi saját magán, az már nem látja azokat a célokat maga előtt lebegni, mint korábban, így ezekben a helyzetekben sokat segíthet, hogyha valaki újra gondolja, hogy milyen célokat szeretne elérni, és hogy az, amit csinál például a tanulmányai során, az hogyan segíti őt hozzá ahhoz, hogy fejlődjön, vagy hosszú távon valami számára vágyott dolgot elérjen. 8. kérdés, mikor beszélünk dogmatizmusról? A dogmatizmus az egy gondolkodási jellemző, vagyis arra utal, hogy az egyén hogyan szervezi a hozzáérkező információkat. Akikre magas dogmatizmus jellemző, ők azokat az információkat keresik a világban, amik megerősítik az előzetes feltevéseiket a számukra fontos területeken, és ők ezeket az információkat viszonylag zártan kezelik, jellemző rájuk egyfajta merev gondolkodás, ami azt jelenti, hogy nem igazán hajlamosak megváltoztatni a véleményüket akkor sem, hogy olyan információval találkoznak, ami ellentmond az előzetes elképzelésüknek. A dogmatizmussal extrém esetben együtt járhat a fanatizmus, ami egy irracionális és erős érzelmi hevülettel jellemezhető hozzáállás, és ez a két dolog, mind a dogmatizmus, mind a fanatizmus, ez számos területhez kötődhet, ez lehet egy politikai, egy vallási, vagy ideológiai meggyőződés, ez lehet akár egy tudomány területen belüli dogmatizmus, illetve akár egyfajta életvitellel, vagy egy hobbival kapcsolatban is lehet jellemző valakire ez a fajta gondolkodás, ez a fajta szélsőségesség. 9. kérdésünk így szól, mi a járókelő effektus, vagy bystander effektus? Alapvetően a járókelő effektus az arra a megfigyelésre ad nekünk egy nevet, hogy az emberek, amikor csoportban cselekszenek, akkor hajlamosak hezitálni és nem megfelelően reagálni például vészhelyzetekre. Egy megfigyelés például, hogyha valaki egy nyilvános helyen rosszul lesz, mondjuk egy buszmegállóban vagy egy zsúfolt metroállomáson, akkor hiába észleli ezt sok ember, nem biztos, hogy lesz valaki, aki odalép hozzá és segít. És emögött az effektus mögött azok a folyamatok húzódnak meg, hogy amikor sok ember cselekszik egy helyen, akkor ott a felelősség megoszlik az emberek között, senki sem gondolja úgy, hogy pont neki kellene cselekedni, emellett a többieknek a tétlensége az egyfajta normát ad arra a helyzetre, hogy nem kell közbeavatkozni. Emellett az is megjelenik, hogy az ilyen helyzetek általában bizonytalanok, a legtöbb ember nem tudja, hogy pontosan mit kellene egy ilyen helyzetben, egy vészhelyzetben csinálni, így arra várnak, hogy hát ha valaki ad erre egy mintát, és általában, hogyha van valaki, aki egy ilyen helyzetben közbelép, akkor a többiek követik, és utána sikerül elhárítani ezt a problémát, azonban vannak olyan történetek, amik arról számolnak be, hogy ez a járókelő effektus akár tragédiához is vezethet, hogyha valaki időben nem kap segítséget ennek hatására. Az utolsó kérdésünk ismét egy meglepetés kérdés. Miért élhetünk meg kultúrsokkot? Alapvetően, amikor a számunkra megszokott környezetben vagyunk, akkor a mindennapok során a legtöbb dolgot magától érthetődőnek veszünk, hogy hogyan kommunikálunk, hogyan beszélünk más emberekkel, hogyan viselkedünk bizonyos helyzetekben.
És hogyha kikerülünk a saját megszokott kulturális közegünkből, és elutazunk például akár egy nyaralás erejéig, akár hosszabb időre egy másik országba, akkor megtapasztaljuk, hogy mennyi helyzetben viselkednek ott máshogy az emberek, mint ami számunkra megszokott. És ez a fajta különbség az általunk megszokott mindennapok és a között az új helyzet között, ez teremthet egy feszültséget és egy bizonytalanságot, mindent olyan idegennek érezhet az ember. És ennek a kulturális soknak az első szakaszában általában jellemző egyfajta mézes hetek állapot, amikor még nagyon izgalmas és újszerű az a kulturális közeg, amiben érkezik valaki, és ez segíti azt, hogy valaki alkalmazkodjon, mert nyitottan tekint erre a helyzetre. Azonban hosszú távon ez a sok különbség, ez akár fárasztó és kimerítő is lehet, ez okozhat nehézségeket a beilleszkedésben, illetve erősítheti a honvágynak a kialakulását, amikor valaki ezekre a megszokott mindennapokra vágyik. És hosszú távon természetesen ez egyéntől is függ, hogy milyen gyorsan alkalmazkodik egy új környezethez, attól is függ, hogy ez az új közeg mennyire illik az ő személyes elképzeléseihez, preferenciáihoz, de alapvetően hosszú távon kialakul egy új egyensúlyi állapot, és az ember hozzászokik ehhez az új közeghez, hogyha hosszú ideig ebben az új kultúrában kell élnie. Köszönjük a figyelmet, ez volt az Egyetem TV Választár című műsora. Hogyha bármilyen kérdés van, akkor azt komment szekcióban szívesen várjuk.